Kapuvár Magyarország északnyugati részében található. Nagyobb tájegység a Kisalföld, azon belül is két kisebb tájegység, a Rábaköz és a Hansák határvidékén található. A település néprajzi szempontból két település részből áll, a jelenlegi Kapuvár helységből, illetve az 1923-ban Kapuváros csatolt Garta település részből. A gartaiak napjainkban is őrzik hagyományaikat, öntudatukat. Egykoron a 19-20. Század elején, fordulóján nagyon sokan mezőgazdasággal foglalkoztak. Nagy földbirtokaik voltak, és ezeken a földbirtokon megtermelt javakat értékesítették, illetve saját célra termelték. A gazdagságuk, azaz építészetükben, a lakberendezési tárgyaikban és természetesen a viseletükben jelent meg. Festett bútorok, szebbnél szebben díszített viseletek jellemzik a kapuvári néprajzi kultúrát. A napjainkban fennmaradt kapuvári népviselet kialakulása az 1930-as évekre tehető. Dr. Horváth Terézia a Kapuvári népviselet című könyvében leírta a kapuvári viselet 4 korszakát. A napjainkban fennmaradt és ismert viseletet a kapuváriak, mint említettem, a 20. század első felében viselték, ezek a viseletek maradtak fent számunkra. A viseletben megjelent a településre jellemző gazdagság. A férfiak és a nők is egyaránt gazdagon díszített ruhákat viseltek. A viseleteket parasztvaró asszonyok készítették, egy-egy család egy megadott parasztasszonyhoz ment készítetni a viseletét. Vasárnap a templom előtti téren mutatkoztak meg a gyönyörűbbnél gyönyörűbb viseletek. Móricz Zsigmond a Kapuvári Mise című leírásában említi a kapuvári emberek gyönyörű viseletét. Különböző viseletet holtak táncalkalmak során, hétköznapon vagy éppen ünnepnapon. Andin itt mellettem egy kapuvári asszonynak a viselete látható, egy középkorú kapuvári asszony viseletét tekinthetjük meg. A viseletnek érdekessége a fejfedő. Rábaközben szinte minden településen kobakot hordtak a kendő alatt. Kapuváron ebből egy különleges darabot készítettek a parasztvarró asszonyok, amit úgy hívnak, hogy pillangós kopak. Andit megkérjük, hogy forduljon meg, és megtekinthető ez a gyönyörű, zsinórokkal, flitterekkel, szalagokkal díszített fejfedő, amit az ünnepnapokon többnyire templomba vagy búcsuk alkalmával hordtak az asszonyok. Ezt egy szorító kendővel szorították le a fejükön, amit rojtokkal díszítettek. Ha André megfordul lassan, akkor látható ennek a kendőnek a díszítése is. Ez kifejezetten csak Kapuvárra volt jellemző Rábaközben. Megemlíteném még a női viseletnek a kötény darabját, ennek érdekessége, hogy a tűz lángjának a színei jelentek meg a kötényben, és ez egy dupla szövésű kötény, tehát a fényre változik a köténynek a színe. Egy kicsit Andrea megmozdul, lehet, hogy az is látható a felvételen. És kérem, hogy közben forduljon meg, és a viselet darabjának még egy érdekessége, az úgynevezett farkendő. Erre azt kell tudni, hogy régen jóval nagyobb, óriási nagy kendőt hordtak az asszonyok, és idővel ezt a kendőt ketté vágták, és egy válkendő, illetve egy farkendő lett belőle, ezt is többnyire ünnepnapokon, illetve táncalkalmakkor hordták az asszonyok. Eszteren egy kapuvári lányviselet látható. Érdekesség a hajfonat. A lányok többféle módon díszítették hajfonatukat Kapuváron. Itt egy koszorús hajfonatot láthatunk. Ami érdekessége a hajfonatnak, hogy gyakran rozmaringágat helyeztek a hajukba a lányok, így mentek el a mulatságba, vagy épp az ünnepi szentmisére. A viselet másik érdekessége az a harisnya, ami szinte minden lánynak saját készítésű kötött harisnyája volt. Ezt általában a családtagok közül valaki készítette a számukra, ez kézzel kötött harisnya volt, különböző mintázattal készültek a harisnyák, tökmagos, vízfolyásos, rücskös, tehát mindegyiknek volt egy elnevezése, mindenki más-más harisnya viseletre törekedett. És a kapuvári viseletnek érdekessége, hogy gyakran piros cipőt is hordtak a hölgyek. Ezt a piros cipőt gyakran szalaggal is díszítették. Bettinán egy kapuvári lányviselet látható. Ezt a fajta viseletet fiatalabb lányok
hordták egykoron. A viseletnek érdekessége a fehér válkendő, amit Kapuváron tilámli kendőnek neveztek. Ezt a kendőt a közeli Hövely településen készítették a parasztasszonyok. Kétszer parancsút kendőnek is nevezték ezt Kapuváron. Egyrészt, mert a kapuvári gazdag parasztasszonyok megparancsolták a kendő megvarratását, megvarrását, emellett pedig megparancsolták, hogy milyen mintázatot hímezzenek a kendőbe a hövei varróasszonyok. Bettin egy ilyen válkendő található, hogyha megfordul, meg tudjuk nézni teljes egészébe, és kicsit kérem, hogy maradjon így. A kendőt mindig, bármilyen kendőről is beszélünk itt Rába közben, illetve a Kapuváron, egy úgynevezett csatosövvel, ez egy gyári hímzésű szalag, szorították le a derekukon, és a szoknyájukon hátul végig lelógott a szalag. A viselet érdekessége és jól látható a színében is, hogy világos. Ez jelezte a lány korát is, hiszen minél idősebb volt valaki, annál sötétebb viseletbe jelent meg a falu közössége előtt. A kapuvári férfi viseletről elmondható, hogy a kismagyarországi férfi viseletek legdíszesebb fajtái közé tartozik. A férfiak csizmát viseltek a lábukon, melynek érdekessége, hogy a csizmán sarkantyút hordtak. Ez gyakran a tánc közben az egyes motívumok felhangosítását szolgálta. Kék posztónadrágot zsinórral díszítve hordtak, felül egy bőújú inget viseltek, az inget a vőlegények esetében kihímezték piros díszítéssel. Dávidon egy nyakkendő található, ez a kapuvári vőlegény nyakkendője volt. Ugyanezt a kendőt viselték egyébként az asszonyok a fejfedőjükön, a pillangós kobakhoz. A viselet legszebb darabja az a kapuvári férfi mellény, amit Kapuváron purucnak hívunk. Az anyaga arannyal és ezüstszállal átszőtt anyag volt, ezt külföldön hozatták a kapuváriak, és egy ilyen mellénynek az ára csikó árával vetekedett. Fejükön asztrigán sapkát hordtak, az asztrigán sapkát többnyire árvalányhajjal díszítették. Mellettem egy kapuvári asszony téli viselete látható. A viselet érdekessége az úgynevezett csillagos bársony. A bársony ruhán apró csillagok találhatóak, illetve szerszámmal, azaz gyári hímzéssel díszítették. A viseletről szembe ötlik, hogy templomba készült az asszony, hiszen egy vasárnapi ünnepi fehérkendő van a fején. Megemlíteném még az ujjas felsőt, ami nem csak a téli viseletben, hanem a hétköznapi viseletben is megjelent. Ezt a fajta viseletdarabot Kapuváron totyának nevezték. Ha három szóval kéne jellemeznem a rábaközi zenét, a csillogó, a díszített és a filigrán szavak jutnak eszembe. Valószínűleg azért alakult ki ez a zene itt a környéken, mert abban az időben, amikor kristályosodott ez a fajta zene, a környék nagyon gazdag volt szellemileg is, illetve anyagileg is, és az elpolgáriasodott környezet magával hozta a kávéházi zene hatását a népzenére. Igazából új stílusú dallamokat hallhattunk, illetve maradtak fent. Idén, 2020-ban a Kapuvári Táncegyüttessel közösen kiadtunk egy lemezt, amely kapuvári dallamokat dolgoz fel. Két nevezetes személy gyűjtéséből dolgoztunk, dr. Barsi Ernő tanár úr és Sárkuzi Rudolf által gyűjtött dallamokból készítettük ezt a lemezt. Tehát a kávéházi zene stílusból kifolyólag a zenekarok összeállítása is nagyon hasonló. Hegedűk, brácsa, bőgő, cimbalom, karinét. Ezen kívül nagyon elterjedt volt a duda használata is Rába közben. A tánc szoros egységben állt a zenével és az énekkel. A parasztemberek érzelmi, hangulati állapotát tánccal fejezték ki. A nyugat-magyarországi régióban, azon belül is Kapuváron többnyire bálok, búcsuk, lakodalmak és legényavatások alkalmával rendeztek mulatságot. A vidékünkre jellemző a legénycégek létrejötte.
Ezek a legénycélyek őrizték meg ilyen archaikus formában a verbunkokat, köztük a kapuvári verbunkot is. Kapuváron a táncmulatságokat többnyire kocsmákban rendezték. A mulatság mindig a verbunkkal kezdődött, a legények közösen eljárták a körverbunkot. A verbunkot követte a páros tánc, amely többnyire lassú, illetve friss csárdásból állt. A friss csárdást ugrós csárdásnak is nevezték, ez ebből adódott, hogy erőteljesen ugráltak, vertikális mozgást végeztek friss csárdás táncolása közben, leírások szerint valamikor lábujjhegyen is járták. A verbunk, illetve csárdás táncok mellett a táncok között megtalálható még az ugrós tánc, majd a vidékünkön, itt Kapuváron, illetve a nyugat-rábölközi térségben páros dúsnak, vagy páros marsnak neveztek. Emellett a táncok között még megtalálhatók eszközös táncok, úgy mint a seprűtánc is. Megismerkedhetünk a kapuvári lassú és friss csárdás különböző motívumaival, táncos összekapaszkodási módjaival, páros viszonyaival. A táncunknak jellemzője, hogy a tánckezdés előtt a fiú beforgatja a lányt, ez egy tánckezdő motívum, melyet nézzünk is meg. Többnyire a fiú egy bokázóval kíséri a beforgatás motívumát, a lány pedig sima lépéssel befordul a kar alatt. A lassú csárdás fő motívuma a két lépéses csárdás, mely Kapuváron kifejezetten egy rezgő csárdás, melyet most nézzünk is meg. A csárdás érdekessége, hogy a két lépéses csárdás közben a fiú bokázó motívumot is használ, melye jelzi a sarkantyúnak a pengését is tánc közben. A lassú csárdásban különféle forgásmódokat láthatunk. Van sima lépős forgásunk, futkosós forgás, illetve belső lábhangsúlyos forgás. Most nézzük meg mind a három forgástípust. A kapuvári lassú csárdása többnyire a zárt összekapaszkodása jellemző. A két lépéses csárdás mellett különféle díszítő motívumok jelennek meg a táncban. Az egyik ilyen díszítő motívum a tititá ritmusú háromugrós lépés, mely archív felvételeken is megtekinthető. Nézzük meg ezt a lépést. További díszítő lépésünk az úgynevezett keringős forgás. Az előbb már említettem, hogy háromféle forgástípus különböztetünk meg, és negyedik díszítő motívumunk, forgásmotívumunk pedig ez a keringős forgás. Nézzük meg ezt a keringős forgást is. Mint már említettem, a zárt összekapaszkodása jellemző a lassú csárdásba, nagyon ritkán engedik el a párok egymást, emellett egy félnyitott fogás is jellemző, összekapaszkodás is jellemző a táncunkba. Nézzük meg ezt a párelengedést, illetve ezt a félnyitott fogást is tánc közben. Most pedig az előbb említett motívumokból nézzünk meg egy összefoglalást kapuvári lassú csárdásból. Kérném a zenekart, hogy játsszon a táncosoknak egy kis lassú csárdást. Zene.
friss csárdásunk főmotívuma a lippentő lépés, melynek különböző variációi találhatók meg Kapuváron. Külön férfi, illetve külön női motívumokat láthatunk a friss csárdásban. Most nézzünk meg néhány női motívumot, mely a lippentő alaplépésnek különböző variációja. Látható volt, hogy tánc közben az alapmotívumot variálják a hölgyek, méghozzá a lábfő forgatásával, illetve különböző érintésekkel, talajérintésekkel variálják a lippentő motívumot. Természetesen a férfiaknak is létezik lippentő motívum variációja, melyet szintén láthatunk. A férfiak lippentő variációja többnyire egy hátravágó motívumhoz hasonlítható. Férfiak táncában emellett megjelenik a bokázó motívum, mellyel már találkozhatunk a lassú csárdásban. A friss csárdásban kétféle bokázó motívum, egy páros súlyvételű, illetve egy egylábas bokázó látható. Nézzük meg ezt a két bokázó variációt. További lépésvariációk még megtalálhatók a friss csárdásban. Ez is mutatja, hogy jóval gazdagabb, mint a lassú csárdás. Különböző fonások, illetve páros súlyvételek láthatók tánc közben. Nézzünk meg egy fonást, illetve egy rúg meglépést. A motivika mellett a páros viszony, az összekapaszkodási módok többféle variációja megtalálható a friss csárdásban. Így a zárt összekapaszkodás mellett, nézzük meg a zárt összekapaszkodást, keringőfogás összekapaszkodás is látható, illetve a friss csárdásban jellemző az úgynevezett csalogató motívum, amikor külön táncol a férfi és a nő. Ebben a variációban a különböző motívumokat szabadon mutatják be. Kérném a zenekart, hogy egy friss csárdás húzzon nekünk, és a táncosok pedig egy csalogató motívumot mutatnak be. Emellett a friss csárdásban jellemzőek a különböző karalatti kiforgatások, a lippentő motívumot használják tánc közben, és karalat többféle módon forgatják ki a párjukat. Az egyik variáció, amikor egyszer forgatja ki a párját, nézzük ezt meg, hogy egyszer kiforgatja. Illetve a további variáció, hogy háromszor forgatja ki karalatta párját. Emellett az archív felvételeken megtekinthető, hogy a hölgyek, mikor önállóan külön táncolnak, nagyon sokat forognak saját tengelyek körül. Nézzük ezt is meg. A friss csárdás további formakincs gazdagságát mutatja, hogy a férfiaknak egy úgynevezett lábérintős, teszegetős, rakosgató motívum is megjelenik, ami egyébként az ugrós táncban jellemző a rábaközi dialektusban. Most pedig foglaljuk össze a friss csárdás motívumait. Arra kérném a zenekart, hogy húzzon egy kis friss csárdás dallamot a táncosoknak, ők pedig mutassák be nekünk a kapuvári friss csárdás gazdagságát. Thank you.
meg a kapuvári verbunk felépítését. Az imént láthattuk, hogy egy csizmaverő motívummal kezdtük, majd ez a csizmaverő motívum egy csapás motívummal bővül. Nézzük meg! A csizmaverő motívum következő állomása, hogy bővítik a csizmaverő motívumot, az egy csapás helyett három csapás következik. Majd végül a lassú bevezető rész utolsó csapás motívuma, amikor a három csapást taps kíséri, és egy darab csapással zárják. Nézzük meg ezt is. Végezetül nézzük meg a kapuvári verbunk második tételét, azaz sűrűjét. Az imént Lengyel Mihály kapuvári adatközlő seprűstáncának rekonstrukcióját láthattuk. A tánc érdekessége, hogy különböző olyan motívumokat használ Miska bácsi a tánc közben, mely a Rábaköz többi településére nem jellemző. Ez az egyetlen olyan gyűjtés, melyen kapuvári seprűstáncot rögzítettek. A táncnak a motívumot, ha végignézzük, az egyik uralkodó motívuma az a bokázó motívum, melyet nézzünk is meg. Emellett jellemző a táncba a különböző testsúly áthelyezés egyik lábról a másikra lengető motívum használatban. És a táncban uralkodó motívum az a különböző sarkazó, illetve hegyező variációk. Az archív felvételen megfigyelhető, hogy Miska bácsi általában a jobb lábával mindig sarkazó motívumot, még bal lábával egy hegyező figurát végez. Ezt nézzük meg! A táncban a motivika mellett nagyon fontos szerepet tölt be az eszköz, melyet ugye láb alatt vesz át tánc közben. A táncnak további érdekessége, hogy az adatközlő többféle módon kezeli az eszközt, használja tánc közben. Nézzük meg ebből is néhány variációt. A tánc rekonstrukció egy 1955-ös filmfelvétel alapján készült. A felvételhez egy történetet is szeretnék elmesélni.
A 2000-es évek elején a Szegedi Egyetem néprajzos hallgatóival kontaktkutatást, illetve gyűjtést végeztünk Kapuváron, és akkoriban még nem tudtuk, hogy ezen a felvételen Lengyel Mihály táncol. Egy kapuvári túra alkalmával Miska bácsi épp a háza kertjében üldögélt, amikor a néprajzkutató csapat arrafele járt, és Miska bácsi harmonikázott a fa alatt. Megmutattuk neki a felvételt, mert ebből kiderült, hogy ő táncolja ezt a seprűs táncot. Ezt követően megkértük őt, hogy táncolja a táncát, igyekezett bemutatni, annak ellenére, hogy már közel 90 éves volt, és így a felvételből és az elbeszélésből történt meg a táncnak a rekonstrukciója. Muzsika szól hangosan, lábamra kom rangosan, kérjük alázatosan, nász nagy urainkat, kérjük a nász nagy urakat, hallgassák meg szavunkat, hogy kerítsék kezünkre a mi menyasszonyunkat. Kapuváron az 1931-es Gyöngyös Bokréta mozgalommal alakult meg a Néptánc Együttes. Azóta folyamatosan működik a településen, kisebb-nagyobb átalakulásokkal. Napjainkban a Kapuvár Néptánc Együttes és az együttes utánpótlását biztosító dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola őrzi és örökíti át Kapuvár táncait, viseletét, szokásait és zenéit.